Két bizonyos értelemben összefüggő, egymásra reflektáló munkám szerepel ezen a kiállításon. Az első, amely a Foggyulejtett idő címet viseli, legalább annyira személyes, mint a második, mely annak címében is szerepel. A mű három darabból áll, az első és az utolsó képen két kislány látható. Először az egyik súg valamit a másik fülében, majd a másik súg az egyiknek, tulajdonképpen szinte tükörképként. Mindkettő talált kép, személyes múltamból való, édesanyám készítette nővéremről és rólam, gyermekkorunk egyik pillanatát megörökítve. Azt a pillanatot, ami maga a gyermekkor, és szimbóluma annak, a titok. A mű a titok pillanatát befagyasztja, az állandósul, sosem tudjuk meg, kíváncsiságunk feléleszti. A rejtély pillanata ez, de a rejtély rejtély marad. A munka egy önmagába visszatérő, szimmetrikus kompozíció. A hármas közepére egy eltakart szemű arc kerül, a felnőtténről egyfajta fátyol mögül, melyre a kirajzolódó felirat ír gesso. A gesso a festészetben jól ismert fogalom alapot jelent. A művészeti technikákban a legrégebbi alapozási eljárás. Fül, szem, száj, a három bölcs majom. Aki nem lát rosszat, nem beszél rosszat, és nem hall rosszat. Eltakart szemünkkel befelé figyelünk, s a suttogást nem halljuk. A kislány eltakart szája nem informál minket, abban gyermekkorunk képzelete elevenedik meg. A suttogás kitárulkozás és elfedés. Megtartás, kifelé, de befelé forduló gesztus is. A van és a nincs lebegése. Épp úgy, ahogy a második mű esetében, mely a személyes idő címet viseli. A titkok, melyek a gyermekkor képzeletét formálják, nem szűnnek meg életünket leírni. Egy képpárról van szó, két éppen hogy szinte csak lehelett formában előtűnő képről. Az egyiken egy a jegyzetlapjaim közül látható, melyre művészként firkálom fel vizuális élményeim, gondolataim, hogy el ne felejtsem, s hogy majdan eszembe juttassa az élményt vagy a gondolatot, amit nem szeretnék elfelejteni. Vizuális gondolatok ezek, belső képek, élmények, inspirációk, melyek által betekinthetünk a képzőművész életének fátla mögé, belső hangjainak és képeinek lenyomata. A befelé tekintő én, ha úgy tetszik. Ez a befelé tekintő én meg is jelenik a képpár második elemén, ami visszhangja az első mű közepén megjelenőnek, csak itt immár szöveg nélkül látjuk. A felnőtt már nem mond titkokat. Magává a titokká válik. A világban önmagát keresi, önmagában a világot. A felnőtt már nem elrejteni, inkább felfedni kíván. A titkokat felfedezni és megmutatni vágyik. Mégis belső világa, létezésének végtelensége rejtély marad. A két munka tekinthető két önarcképnek is, amely azonban személyes részleteiben a mindannyiunkban meglévővel próbál kapcsolatot teremteni.